A tabella harmadik helyén álló Nyírbátor fogadta a második helyezett, feljutásra pályázó DVTK-t, így szoros mérkőzésre lehetett számítani. A hazaiak kezdtek jobban, a Diósgyőr 4-1 után kezdett zárkózni, majd 9-9-nél utol is érte ellenfelét. A vezetést is átvették a vendégek, de a szünetre már 16-14-es Bátori vezetésnél vonultak le a csapatok. A második félidőben végig üldözte ellenfelét a DVTK, de egy gólnál közelebb nem tudott kerülni a Nyírbátorhoz. Az utolsó percekben már 7 mezőnyjátékossal támadtak a vendégek, de a házigazda jól gazdálkodott előnyével, és végül 2 góllal megnyerte a forduló rangadóját. Itt nagyon jó csapatot győztünk le, ráadásul egy olyan csapatot, akinek sokkal több variáció, tehát lehetősége a kollégának variálni sokkal nagyobb, mint például nekünk. Igazából én nem is nagyon tudok taktikailag belenyúlni a mérkőzésbe, esetleg védekezést váltani, támadásban esetleg tudok segíteni, de sok variálási lehetőség nincs. Úgyhogy talán nem vettek elég komolyan a fiúk bennünket, pedig én ezt nagyon határozottan állítottam és mondtam, hogy igenis minden mérkőzésünket meg akarjuk nyerni. A vendégek edzője a legutóbbi szezonban még a Nyírbátort irányító Molnár András tisztában volt azzal, hogy milyen mérkőzés vár rájuk. Én tudtam, hogy a nyírbátori srácok és a stáb is mindent meg fog tenni a győzelem érdekében, ami teljesen természetes. Jól láttak a rangadóhoz, mi is jól látunk a rangadóhoz. Én azt gondolom, hogy ők tényleg a maximumon mentek. Mi borzasztó sok hibával játszottunk, megérdemelték a győzelmet, tehát minden olyan lehetőséget, ahol felállhattunk volna, sajnos elrontottuk. Az első fél időben, amikor vezettük, akkor szintén hibákat követtünk el, és fordítani tudtak. Tehát én azt gondolom, hogy az a csapat, amelyik nem tud folyamatosan jól játszani, vagy amelyikben nincs olyan egy-két olyan játékos, aki magához tudja ragadni a kezdeményezést akkor, amikor a csapat bajban van, az nem is érdemel győzelmet. Úgyhogy tiszta szívből gratulálok a nyírbátori csapatnak, mi gyakorlatilag egy év munkáját dobtuk most ki. Tehát az, hogy mi megnyerjük a bajnokságot, az most már konkrétan elúszott. Nagyon sajnálom. A 6 gól szerző Mészáros Ákos szerint a kritikus periódusok ellenére is végig irányították a mérkőzést. Az elejétől kezdve nagyon jól kezdtünk be. Ott végig tudtuk egyébként tartani a meccset. Nem tudtak elmenni gyors gólokkal, a fél időt is előnnyel indítottuk, és ezt az előnyel megtartottuk a végéig. A forduló további eredményei a következők: Tiszavasvári SM Mezőkövesdi KC 24-35, Balmazújvárosi KK Deac 2 27-33, Fehérgyarmati VSE Acélváros KK 27-27, Hajdúböszörményi TE Kisvárdai KC 29-22 és Kazincbalcikai KSE Újfehértó Kálói Semjén SSE 31-29. A tabella élén a Mezőkövesdál 34 ponttal, megelőzve a 32 pontos DVTK-t és a 30 pontos Nyírbátort. A Nyírbátor vasárnap Mezőkövesden lép pályára.